A 83. ünnepi könyvhét hivatalos kiadványaként jelent meg a Szeged Effekt 2 című antológia, amely a tavalyi első kötethez hasonlóan jeles írók és költők Szegedhez kapcsolódó élményeit rögzíti. A két kötetben több mint 40 szerző osztotta meg az olvasókkal saját Szegedjét, árnyalva ezzel a városról alkotott alkotható képet. Az effekt latin eredetű szó, jelentése siker, eredmény, hatás, időegység alatt elvégzett munka, különleges természeti jelenség. A Szeged Effekt antológia első és második kötete a városhoz kapcsolódó benyomásokat, élményeket rögzít, pillanatfelvételeket ad közre. Elgondolói kiváló írókat kértek föl, hozzanak létre olyan alkotásokat, amelyek a város fizikai, lelki valóságához kötődnek, Szeged tereihez, utcáihoz, épületeihez, intézményeihez, hangulatához, aurájához. Olyan írókat kértünk fel arra, hogy írjanak Szegedhez kapcsolódó művet, akikről tudtuk, hogy színvonalas, valódi irodalmat fognak lerakni az asztalunkra, és nem is csalódtunk ebben. A Szeged Effektben 27 szerzőt tudtunk közreadni, ebben a Szeged Effekt 2-ben 34-et. Mindkét esetben többet kértünk fel, nemet egy-két ember mondott csak. Az, hogy mégis kevesebben kerültek az antológiába, annak egyszerűen az az oka, hogy muszáj ilyenkor egy határidőt szabni, és ezt a határidőt nem tudta mindenki tartani. A Szeged Effekt 2 a 83. ünnepi könyvhét szegedi programsorozatának keretében mutatkozott be a Milleniumi Kávéházban, ahol a szerkesztővel, Bene Zoltánnal, Kis Imre Ferenc újságíró publicista beszélgetett. Az est folyamán a szerzők részleteket olvastak fel az antológiában szereplő műveikből. A szűk könyök utca. Itt ment haza, három torba öltő az átkozó. Mellette ballagott szárnyas luka, részegek voltak, gyalogtáposok. A sorssal vívtak itt, most megyek, ahol most az én lelkem tántorok. Körül az összehajló házfalak, visszhangozzák még, mit imádkozunk. Az alkotások mindegyike Szegedhez kötődik, a szerzők viszont nem feltétlenül. Akadnak közöttük tőzsgyökeresek, de olyanok is, akik csak néhány évig éltek a városban, itt jártak iskolába, vagy csak látogatóba érkeztek. Ez a koncepció tovább árnyalja a benyomások, a Szeged effektek sokféleségét. Szegedet körülbelül 20 éve ismerem és járom, és egyike azon városoknak, amelyik nem csak szépségével fogad meg, hanem sajátságos hangulata van neki. Bejártam már Európa több nagyvárosát is, de Szeged azon ritka városok közé tartozik, amelyik nem is tudom megfogalmazni, tehát a versben sem tudtam igazán megfogalmazni, hogy mi az, ami megragad magában a városban. Tehát ez a rejtélyes, tehát talán ilyen valami földön túli, de egyben reális valóság is, ami itt zajlik. A Szeged Effekt 1-nél is volt alkalmam közreműködni, és nem láttam okát, hogy miért ne fogadjam el a kedves felkérést a másodikra, amíg még magamban éreztem mondani valót, és amióta, ugye nem élek itt, de amióta létezik a szegedi lap.hu, azóta egy kicsit virtuális polgárának érzem magam, Szeged virtuális polgárának. A szerzők között az idősebb, már ismert és elismert írók, költők is képviseltetik magukat, a kötet ugyanakkor alkalmat ad a fiatalabb generáció tehetséges, ígéretes tagjai számára is a bemutatkozásra. Mindenki más-más életszakaszában, más-más attitűddel merítkezik meg abban, amit szegedi élménynek nevezünk, ezért pontosan nagyon egyedi, és tényleg ahány szerző annyiféle látásmód. Szegedi és a Szeged környékiek számára a Szeged élmény sokkal fontosabb, mint hogy milyen nagy nevekről van szó,
Mert a nevek azok sajnos márványtáblára kerülnek, szobor alá kerülnek, festmények alá kerülnek, senkit nem akarok bántani, díszsírhelyekre kerülnek, de az élmény az mindennapi, hétköznapi, közösségi, és a Szeged Effekt ezt a közösségi élményt akarja célba venni, legalábbis én így értelmezem a szerkesztőnek a gondolatát, és miután 1975 óta magam is szegedi vagyok, ezért örvendeztem annak, hogy Bene Zoltán megkért arra, hogy egy szegedi élményemet fogalmazzam meg. A Szeged Effekt 2 antológiában szereplő műveket a szerkesztő 3 ciklusba rendezte. Az első ciklus címadó verse Molnár H. Magor tollából származik. Én szívem szerint még élnék egy keveset, a halálra olykor nem gondolok, így életem ekképp is tártalan. Ha döntenem kellene esetleg Szegeden, bizonyára mert vered itt, s mert Szegednek valami bája van, de dögölődnek kétszer, kinek két hazája van. A Szeged Effekt ugye egy ilyen földrajzi ciklusokkal bírt, tehát bejöttünk a városba, egyre beljebb mentünk, majd eltávolodtunk tőle a ciklusok alapján, ahogy olvastuk a könyvet. A Szeged Effekt 2-nél inkább hangulati azonosságokra épülnek a ciklusok. Egy Valami báj című ciklussal kezdődik, amely Molnár H. Magor versének a címét viseli. És azt hiszem, hogy ez a cím, ez mindent elmond, magáért beszél. A következő ciklus az a Tisza virág címet viseli. Valami furcsa módon több Tisza virág, Tisza virágzás című mű érkezett be. Ez mind ugye a Tiszához, Tisza virágzáshoz kapcsolódik. És ebbe a ciklusba a Tiszával kommunikáló műalkotások kerültek. A harmadik ciklus pedig a kötetzáró ciklusa, az egy a Retro címet viseli, Csernák Árpád Retro című novellája a címadója. Csernák Árpád itt volt színész Szegeden, később Kaposvárra került, mai napig is Kaposváron él, de életén nagyon fontos szakaszát töltötte egyébként Szegeden, mert itt születtek a gyermekei. Ez a történet is egy színész történet úgy egyébként. A Retro ciklusban azok a művek vannak, amelyek visszatekintenek, tehát egy retro Szeged élményeket rögzítenek. A kötet egyik célja, hogy akik megmártóznak benne, az írások olvastán kedvet kapjanak Szegedhez, szépségeihez és fogyatékosságaihoz, szeretnivalóságaihoz és hibáihoz egyaránt. Azok pedig, akik korábban már megkapták ezt a bizonyos kedvet, az antológia által Szeged újabb szegleteire csodálkozhatnak rá, más látószögekből, új perspektívákból szemlélődhetnek. Egy olyan hangulati világot varázsol ez a könyv, már a Szeged Effekt 1, és a Szeged Effekt 2-től is ugyanezt várom, ami a mesevilág és a realitás határán mozog, és ez egy nagyon ritka dolog, amit egy antológiában fel tudtam fedezni. A végtelenből a napsugárhoz vezetnek útjai, múltjai. Játékos utcáin kacskaringózni jó. Kedélyesen keresztül szorítja magán a Tiszát, és megszépül tőle. Törbecsal. Palotákat tetováltak rá, nem meseváros, csak kék lővirágoktól hajladozik benne egy ház, talán boszorkányság. Jól vigyázz. Törbecsal, ha mégis magaddal akarsz vinni belőle valamit, tedd zsebre szálló igéjét. Mert varázslatosan igaz.